Az ókori birodalomba csöppentünk, különleges kétnapos időutazásban volt része a látogatóknak hétvégén Tácz mellett. Megérkezett Septimius Severus császár Gorziumba, az uralkodó 202-ben tett látogatását elevenítették fel a tavasz köszöntő ünnep alkalmából. Az ókori római település maradványait őrző, Közép-Európa legnagyobb szabadtéri régészeti parkja minden évben különleges időutazásra hívja a vendégeket. Annak az érdekes történelmi eseménynek lehettek részesei az érdeklődők, amelynek kötődése volt ehhez a tartományhoz. Minden évben a Gorziumhoz kapcsolódó történelmi eseményeket elevenítünk meg. Az idei évben Septimius Severus császárnak a látogatását, illetve feltételezhető látogatását, hisz nem voltunk ott akkor. Ellenben van egy feliratunk, ami említi Septimius Severus császárt, a társ császárait, magyarán a gyermekeit, akik itt Gorziumban egy templomot felújítottak, ami a valóságban, mivel maga a templomot sikerült azonosítja a Ficienő, megvan. A Szent István Király Múzeum hagyományos tavasz köszöntő ünnepe, a Florália ezúttal is minden korosztály számára elhozta az ókori életérzést. Igyekszünk tényleg egy olyan varázslatos hangulatot, lehet így fogalmazni, római légkört teremteni, hogy ne csak egy múzeum látogatás legyen, ne csak egy park látogatás legyen, hanem tényleg az ide látogató azt érezze, hogy egy más korszakba csöppent. Tulajdonképpen egy kicsit vegyék át azt a hangulatot, azt az életérzést, ami a római kort jellemezhette. A hamisítatlan ókori hangulat római kori színházzal, kézműves foglalkozásokkal, harci bemutatókkal is várta a programra érkezőket. De a szabadtéri események mellett a látogatóközpont kiállító terébe is várták a múzeum kedvelőket, akik ezúttal a kínai agyakkatonák az első kínai császár halhatatlan őrei című kiállítást tekinthették meg itt, Gorziumban. A tárlat augusztus 19-éig látogatható.